Kedves nézőink, Kolek Ildikóval tekintünk vissza a 14. Árszakra Fesztiválra. Isten hozott Ildikó a stúdióban. Üdvözlök. Jó reggelt kívánok! Hogyan sikerült ez az Árszakra Fesztivál a különleges körülmények között? Nagyon komoly megbeszélést folytattunk előtte, hogy egyáltalán érdemes-e neki kezdeni, mit csináljunk, hogy csináljuk, és nagyon büszkén mondhatom, hogy 430 programmal jelentkeztek erre a fesztiválra, aminek egy részét ugye mi szervezzük, és most tegnap pont utána néztem, hogy ebből 30-at kellett csak lemondani a járványhelyzet miatt. Talán akkor ez egész jó arány. Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, de felkészültünk mindenre, és ezért voltak olyan programok, amiket online is közvetítettünk, és pont itt van a kezemben egy papír, tegnap megnéztem a visszajelzéseket, tehát nagyon sokan boldogan fogadták ezeket az online közvetítéseket, mert azért valljuk be, hogy nem mindenki merte vállalni a kockázatot, hogy mondjuk egy zsúfoltabb templomban részt vesz egy koncerten. 16 online közvetítésünk volt, ebből van, amit nem mi közvetítettünk, hanem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek az előadásai, azok online történtek meg, és azóta is lehet olvasni őket, illetve látni őket az ő YouTube csatornájukon. Azt tudom, hogy a fesztivált megelőző, hát nem is tudom, ez itt egész év, ugye, a következőre való készület, de hát minél közelebb kerül, annál sűrűbb a szervező munka. Arra van-e aztán neked lehetőséged, hogy kényelmesen egy-egy olyan programot megtekints, ami neked különösen is kedves? Nem, sajnos erre nincsen. És nagyon sok olyan program van, ami Budapesten kívüli, és nagyon, nagyon értékes, és nagyon jó, és hát oda sajnos végképp nem jutunk el. Mi nagyon kevesen csináljuk ezt a fesztivált, idén is összesen 6-an, és minden programnak van felelőse, és ezeken a programokon nekünk illik részt venni, és egyszerűen nem fér már az időnkbe, hogy még ezeken az általunk kedvelt, vagy az egy szerencse, hogyha én pont arra a programra vagyok beosztva, amit én szeretek és szeretnék megnézni. De hát ez nem kívánsághangverseny sajnos. Téged személy szerint mi motivált arra, hogy beálljál ebbe a csapatba, ebbe a munkába? Ugye mi ezt 2007 óta csináljuk, be kell valljam, hogy nekem egy válságban volt az életem, és ez egy kapaszkodót nyújtott nekem, és azóta is nagy lelkesedéssel csinálom, és nagyon örülök, hogy a művészetek által tudunk olyan dolgokat, olyan örök értékeket közvetíteni az embereknek, ami az egyházunknak a tanítása is, a szépséget, a jóságot és az igazságot próbáljuk a művészeten keresztül bemutatni, és nem csak a katolikus, hanem ökumenikus jegyű, tehát mindenkit szeretettel várunk, és pont most olvastam a Ferenc pápának a Szent Ferenc napi üzenetét, hogy hát legyünk mindnyájan egyek, és szeressük egymást, és mi egymás testvérei vagyunk, és mi ezt a szeretetet szeretnénk a programjainkon keresztül közvetíteni. Mert hát a művészet az tud a szeretet nyelve is lenni, és rengeteg művészeti irányzat van. Ki és mi alapján dönti el, hogy mi a programotokon szereplő, tehát hogy mi a lista, a programlistátok? Két összetevője van a fesztiválnak, vannak olyan programok, amiket mi szervezünk. Ugye már 14 éve szervezzük, tehát már vannak olyan helyszínek, amik minden évben szerepelnek, bejáratott helyszínek, akik szeretettel fogadnak minket, olyan fellépők, akiket mi nagyon kedvelünk, és ők is szívesen fellépnek a visszatérő fellépőink, és mindig nagy örömmel fogadjuk az új helyszíneket, az új fellépőket, de nekünk van egy művészeti vezetőnk, Torocka Ilona, és ő az, aki a mi kiemelt programjainknak a szervezője, tehát ő tartja a kapcsolatot a művészekkel, és ő
hozza össze mondjuk a helyszínt és a fellépő művészt. Azon kívül mi felhívást teszünk közzé már az év elején, és várjuk a jelentkezőket, és minden olyan programot szeretettel fogadunk, aki ugyanazt az értéket képviseli, mint amit az Arszakra Fesztivál, amit mi, és akik ingyenessé tudják tenni a programjukat erre az időre, mert ez egy nagyon fontos dolog, tehát olyan programot nem tudunk befogadni, ami belépőjeggyel jár. A helyszíneket hogyan választjátok ki? Ugye most is a 430 programból 155 templom volt a helyszínünk, tehát a templom az mindig egy adott dolog, a templom az nagyon jó hátteret biztosít szinte minden művészeti ágnak, tehát a templomokat elsősorban szeretettel és szívesen fogadjuk, illetve keressük őket, de nagyon örülünk az olyan mondjuk kerületi kezdeményezésnek, hogy az ottani kultúrházban, vagy mondjuk egy egyetemi előadóteremben lesznek előadások. Mondjuk a D18-at szeretném megemlíteni, akik most már évek óta helyszínnél szolgálnak, és idén kaptunk egy levelet tőlük, hogy szívesen fogadnák, hogyha jövő évben a fesztivál minden napján szerveznék ott programokat. Ez a Dezsőfi utcai kedves kávézó. Igen. Nagyon kedvesek, és mindig elkötelezett keresztény, pogácsával fogadják mindig a érkezőket. De jó. Említetted az életednek azt a mélypontját, amikor csatlakoztál az Arszakra Fesztivál szervezőihez, és ez mindig nagy kérdés, hogy egy ilyen krízis eltávolít-e Istentől, vagy éppen közelebb hoz hozzá. De akkor érezted azt, hogy Istenem, miért engedted, elhagytál, most valahogy olyan távol érezlek magamtól, vagy pedig pont az ellenkezője volt? Engem közelebb hozott, de ehhez az is kellett, hogy én egy hónapos gyalogtúrán részt vettem, végigjártam a Caminót, és az a szoros közelség a természettel, az valahogy az Isten közelségét is előhozta, és én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segített. Ez pont mielőtt csatlakoztam volna az Arszakrához, akkor történt ez 2006-ban, és akkor ez egy olyan lelki töltetet adott, egy olyan magabiztosságot és olyan megnyugvást a lelkemnek, hogy azt hiszem, hogy ez vezetett oda, hogy csatlakozzam ehhez a Az egyik dologhoz. Előző vendégünk szóba hozta, hogy október a gyaloglás hónapja, és én pont arra vágytam, hogy olyan valakivel is beszélgessünk, aki gyalogol, de tudjuk, hogy önmagában is a gyaloglás is jót tesz a léleknek is, de hogyha az ember tudja, hogy merre gyalogol, tudja, hogy valaki az út végén várja, az azért nagyon jó dolog. Szerintem csak így szabad. Tehát, hogy kell, hogy legyen az embernek egy célja. Tehát kell, hogy a gyaloglás egy célt adjon, mert csak úgy sétálni, vagy gyalogolni az erdőben, az is nagyon jó, mert szükség van mozgásra, meg szükség van a friss levegőre, de az, hogy én tudtam, hogy melyik nap honnan, hová akarok eljutni, ez a Camino, ez egy nagyon csodálatos hely, mert általában a templomtól templomig vezet az út, én minden este részt vettem egy Szentmisén, volt egy olyan hely, ahol még magyarul olvashattam evangéliumi szakaszt is, és arra mindig arra törekedtek, hogy a különböző országból érkező zarándokokat megszólítsák, és egy közösséget alkossanak, és mindig kaptunk áldást a mise végén. Én ezt mindenkinek tudom ajánlani, mert fantasztikusan feltölti az embert. Ez egy magányos út, vagy közösséget is kovácsol? Ezt mindenki másképpen éli meg, én teljesen egyedül csináltam végig, és ha még egyszer gondoltam rá, hogy még egyszer megcsinálom, de akkor is csak egyedül mennék, de azért ott mindig találkoztam emberekkel, és ha lehet, hogy csak egy napig, lehet, hogy egy hétig gyalogoltunk együtt, és érdekes módon mindenkivel találkoztam a legvégén Santiago-ban. És volt olyan
nap, olyan konkrét nap, amikor olyan áttörés volt, olyan fordulópont, tehát cipelted a szíved fájdalmát, és egyszer csak azt érezted, hogy már nem egyedül viszem, hogy Jézus úgy leemeli a vállamról. Van egy olyan hely, Cruz de Ferrónak hívják, egy nagy vaskereszt, és rengeteg kővel és mindenféle relikviával van körbe rakva. Én előre nem is tudtam, csak menet közben mondták, hogy vigyek magammal valamit, köveket, és hogyha oda leteszem a kereszt aljába, akkor valami fog történni. Kicsit olyan kétkedve fogadtam, de én is letettem a magam köveit, és valahogy úgy érzem, hogy utána kezdett egy kicsit könnyebb lenni az egész. És ami az életben nem könnyű, letesszük a köveinket, és hogy ne vegyük vissza, ugye észrevétlenül, hogy visszacsempészük, és újból már megint magam akarom megoldani, magam akarom cipelni, és akkor ezt újból és igen, újból letenni, elengedni. Nagyon sok mindenre tanít egy ilyen út, engem például arra, hogy milyen kevés elegendő ahhoz, hogy az ember létezzen. Tehát az, hogy legyen vized, hogy legyen mit enni, és legyen hova lehajtani a fejedet, és legyen egy váltóruhád. És azért sokáig ez bennem is volt, és sikerült egy darabig ezt magammal vinni, de sajnos az ember annyira visszarendeződik a mindennapokba, hogy úgy elfeledkezik ezekről az alapvető dolgokról, hogy nem kell annyi mindent vinni magunkkal, és nem kell minden zsákot a hátunkra venni, és néha el kell engedni dolgokat. És akkor visszakanyarodva az árszakrára, egy-egy program lehetővé teszi talán ezt a lelki utat, a közeledést Istenhez, akkor is, ha nem gyaloglunk el, nem tudom, sok ezer kilométernyire. Hát a művészet is egy bizonyos zarándoklat. Én azt gondolom, hogy azok a zeneművek, amiket az előadóink játszanak, vagy azok az irodalmi művek, amik elhangzanak, azok határozottan képesek arra, hogy az ember egy zarándoklatot végezzen. Mondhatnám, a Lackó Jánosnak van egy drámája, amiről én nem is tudtunk, mostanában jutott a tudomásunkra, Hinták az a címe, és ezt bemutattuk. A Párbeszéd házában volt, és mindenki nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel fogadta, és ezt meg lehet nézni, még azóta is fönt van a YouTube csatornánkon, tehát én mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert egy fantasztikus utat járnak be a szereplők ebben a darabban. Egyébként minden művészeti eseményt újra meg lehet tekinteni? Csak azokat, amiket online közvetítettünk, sajnos a lehetőségünk az véges volt, úgyhogy nem tudtunk olyan túl sok programot felvenni, de bizonyos fontosabb eseményeket, mert mondjuk a sajtótájékoztatónkat azt online közvetítettük, a megnyitónk az online, és nagyon érdemes megnézni, mert Biboros úrnak az útra valója, azt hiszem, hogy az egy nagyon komoly eszmefuttatás volt, és érdemes visszahallgatni, vagy a Gemmai Ének Együttesnek a koncertje, ami a Belvárosi Templomban volt, a Hintákat, amit már említettem, volt egy gyerekműsorunk is, a Röpőhajó az Óbodai Társaskörben, tehát én azt gondolom, hogy ha a YouTube csatornánkra fölmennek, akkor megtalálják ezeket a igazán érdekes programokat. Biztos vagyok abban, hogy kitalálom, hogy mivel foglalkozol attól kezdve, hogy kilépsz ide a stúdióból, biztosan már a következő Árszakra Fesztivált tervezitek a munkatársaiddal együtt közösen. Igen, ugye? Természetesen. Bár még azért előttünk áll, ugye mi pályázati pénzekből csináljuk ezeket a programokat, és még előttünk áll az elszámolás, illetve a beszámoló. Most pont a beszámolót készítjük, mert szeretnénk azért, hogyha mindenki látná, hogy mi történt ez alatt a 10 nap alatt, és most a beszámolókat írjuk. És mivel jövőre lesz az eukarisztikus kongresszus, és mi idén is úgy készültünk, hogy Biboros úr felkért minket, hogy ennek a kongresszusnak a kulturális eseményeihez járuljunk hozzá és szervezzünk.
bár idén elmaradt, azért mi továbbra is, és jövőre is ugyanezt tervezzük, hogy egy nagyon komoly kulturális programot állítunk össze a kongresszusra. És akkor kéz a kézben fog járni a kongresszus és a zárszekre programok? Akkor ezt így kell érteni? Vagy? Igen, én bízom benne, hogy igen, hogy azok a programok, amiket mi a kongresszus résztvevőinek ajánljuk, most ez még megbeszélés tárgyát képezi, de hogy esetleg egy közös programfüzetbe fog megjelenni az, amit mi ajánlunk. Ugye mi idén is úgy készültünk, hogy lesznek olyan programok, amik mindenki számára, tehát bármilyen nyelven elérhető, és főleg olyan programokat próbálunk szervezni, amit a külföldi résztvevők is élvezhetnek. Úgyhogy azok a programok mindenképpen egy közös platformon fognak megjelenni a kongresszussal. Van olyan művészeti irányzat vagy dolog, ami nem fér bele az Árszakrál programjai sora közé? Én most nem akarok, bocsánat, helyetted válaszolni, de én úgy gondolom, hogy nem is a művészeti ág a kérdés, hanem a szellemisége. Igen, hogy... tehát hogyha ugyanazzal a szellemiséggel rendelkezik, akkor bármilyen művészeti ág résztvevője lehet. Mi 11 műfajban jelentkezünk a fesztiválon, mert a filmtől kezdve irodalom... Igen. Vagy nem keresztény, vagy éppen, hogy igazából, távol áll tőle, vagy... Az érték, tehát amit képvisel, tehát amit kifejez, és hogy az ugyanazzal az értékrenddel rendelkezik, akkor ez bármi. Ugye nálunk rengeteg séta van, nagyon szeretik, és most ebben a vírusos helyzetben azt hiszem, hogy a sétáknak különösen nagy keletje volt. Tényleg? Mert igen. De talán, ahogy azt hiszem az első mondatodban fogalmaztál, tehát ami rámutat a szentre, a szépre, az igazra, aki maga az Isten. Az belefér, igen. Megjött a következő vendég. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.